kormány ellenes tömegtüntetés volt és van Budapesten és több magyarországi és európai nagyvárosban is. A politikusoknak egyáltalán nem örültek, sok volt az uniós zászló, a szolnokok pedig magukat és egymást bíztatták, mondván nem kell félni. Nagyjából 7 óra után néhány perccel véget ért a hivatalos program, de a Kossuth téren az emberek ott maradtak, és azóta is, ahogy közhelyesen szokták mondani, farkas szemet néznek a rendőrökkel, voltak ennek a farkas szem nézésnek nehezebb és viszonylag könnyebb pillanata is. Ott van viszont Benyó Rita. Mi történik most ezekben a percekben a parlament környékén, Rita? Most éppen a könnyebb pillanatok vannak, de itt mögöttem talán látszik, hogy mi most a parlament főlépcsőjénél állunk, és itt alakult ki egy góc csoport, akik a lépcsőn álló rendőr sorfallal, ahogy mondtad te is, farkas szemet néznek. Annyiban változott ez a sorfal, hogy most már rohamrendőrök vannak itt, ugyanis volt egy olyan eset, amikor ki kellett emelni egy nőt, aki rosszul lett, és ezt félreértették a tüntetők, azt hitték, hogy valakit kiemelnek, elvisznek. Ő egyébként, ha jól tudom, akkor azóta jól van, illetve a mentőautó is elment már, és körülbelül az történik, hogy percenként, 5 percenként néha megindulnak a tüntetők, hogy felmenjenek a lépcsőre, és nyilván a rohamrendőrök pedig próbálják őket visszanyomni. Egyébként megtörtént már többszörösen a rendőri felszólítás, hogy hagyják el a területet, mert a rendezvény véget ért, és innentől kezdve már jogsértő a cselekedetük. Közben magam mögé nézek, igen, most azért hallani megint hangosabb szót, mert hogy megint az van, amit mondtam, most egy kicsit megint erőteljesebben próbálja nyomni a tömeg a rendőröket, hogy bejussanak a parlamentbe. Nehezíti egyébként az ő helyzetüket, hogy a szervezők ugye úgy döntöttek, hogy befejezik a rendezvényt, ezért azon nyomban például az erősítőt, a hangosítást, mindent elvittek, így a szervezők sem tudnak szólni az itt maradottakhoz, illetve az itt maradottak se tudnak mondani semmit, hogy igazából mit akarnak, bár azért az a hangerejükből kiderül, hogy nagyjából azt egyrészt, hogy bejussanak a parlamentbe, mondjuk ha parlamentbe bejutnának, az még nem derült ki, hogy ott mit követelnének, de hát az este folyamán azért hallottunk már pár követelést, valószínűleg ezt mondanák el ott is, bár nem tudom, hogy van-e még valaki a házban. Rita, miket mondtak a szónokok? Mi köré csoportosultak a főbb gondolatok? Ha voltak egyáltalán? Ugye az a nagy változás a netadó ellenes tüntetéshez képest, hogy most már nem egy konkrétumra fókuszáltak, hanem általában a kormány tevékenysége ellen szólaltak fel. Persze fókuszban volt az amerikai kitiltási botrány, a NAV elnökének leváltása, de emellett megjelent az oktatás, a korrupció kérdése, és nem csak a kormány ellen szóltak a szónokok, hanem az egész elmúlt 25 év politikai elitje ellen szóltak. Igen, ez nagyon fontos kiemelni, hogy megpróbálták ugye elutasítani az ellenzék bármilyen típusú közeledését. Ez mennyire sikerült? Láttál-e politikusokat a tömegben? A tömegben is láttam politikust, illetve hát nyilván a legszembetűnőbb reakció az az volt, vagy ahogy pár héttel ezelőtt most is a parlament ablakából, az egyik szocialista szobának az ablakából szocialista képviselők az uniós zászlót kilógatták. Egyébként az uniós zászlót örömmel fogadták a tüntetők, és a tüntető tömegben is a legtöbb jelkép az uniós zászló volt, illetve lehetett még látni Putyin-Orbán zászlót nagyon sokat, de pártlogók nem jelentek meg. Ugye abban, amit most látnak a nézők, van egy kicsi kavarodás, ezt próbálnám, ezt szeretném tisztázni, hogy tűnik, hogy a Benyó Rita élőben beszél velünk, ami mögötte látható, az most történik. Közben láthattunk olyan képeket, amelyeket néhány perccel ezelőtt rögzítettünk, ugye a parlament főbejáratának lépcsőjéről, ahol a rendőrök felsorakoztak, és ugyanakkor mutatjuk azokat a képeket is, amelyeket 6 óra és 7 óra között rögzítettünk, amikor a beszédek voltak. Rita, még egy kérdés, lehet-e bármilyen párhuzamot vonni a 2006-os MTV ostrom és a mai délután között, ugye eltekintve attól, hogy semmiféle ostrom nincs? Hát annyiban lehet, hogy itt is egy békésnek induló demonstráció volt, ami után megkérték a szervezők, a résztvevőket, hogy menjenek el, de nem mentek el. Most is azért elég sok százan vannak még itt. Most hallják, ugye azt skandálják, hogy elég volt.
És ami a nagy különbség, az a rendőrök szervezettsége. Tehát itt egy percig nem volt kérdés az, hogy lehetetlen vállalkozásra indulnak, amikor a főlépcső felé elindultak a tüntetők, mert hogy nagyon-nagyon sok rendőr van, és mi itt csak a töredékét látjuk. Amikor mi jöttünk ide, akkor körbenéztünk, és már egész nap látható volt egyébként itt a környéken, hogy rengeteg rendőrbusz van, és rengeteg rohamrendőr van a környéken. Úgyhogy az kizárt, hogy megtörténjen, ami 2006-ban, hogy az MTV székházhoz hasonlóan a parlamentet elfoglalják. De én arra se számítok egyébként, hogy például könnygázos oszlatás lenne a Lendvai utcai tüntetésből kiindulva, és abból kiindulva, hogy már nagyon sokszor elhangzott a felszólítás, hogy menjenek el, és nem mentek el. Én azt gondolom, hogy a rendőrök kifárasztásra játszanak. Igen. Rita, köszönjük szépen. Még azért próbálunk téged kapcsolni. Viszont ha már szóba hoztad a Lendvai utcát, akkor hadd mondjam el, hogy a hatodik komolyabb kormányellenes tüntetés szűk egy hónap alatt ugye netadóval indult, de a kitiltási ügyből kialakult korrupciós és NAV botrány miatt is már harmadszor vonulnak utcára az emberek. Ma pedig már 38 magyar és európai városban tüntettek a kormány ellen. Nézzük meg Vidos Mihály összefoglalóját. A távközlési adó hatályát ugyanakkor kiterjesztjük az internet szolgáltatásokra. Varga Mihálynak ez az október 21-i mondata indította el az őszi magyar tüntetési szezont. 5 nap sem kellett hozzá, hogy a tiltakozók megszerveződjenek a netadó ellen. Október 26-án rég nem látott méretű tömeg vonult végig a városon. A tüntetés végén a résztvevők egy része megdobálta a Fidesz Lendvai utcai székházát, a párt szerint több millió forintos kárt okozva. De a java csak 2 nap múlva jött. Ha-ho, Orbán Viktor! Itt a Facebookosok beszélnek! Ha-ho, Orbán Viktor! Itt a magyar nép beszél! Október 28-án kedden még nagyobb tömeg vonult, ezúttal teljesen békésen a netadó ellen. Az Erzsébet hídon átkelő tiltakozók látványa is jelezte. A tüntetők nem elégszenek meg a netadó felpuhításával vagy korlátozásával, ráadásul a rigmusok nagy részével Orbán Viktor és kormánya távozását követelte a tömeg. Ez az adó ebben a formában nem vezethető be, mert a kormány egy távközlési adót szeretett volna kiterjeszteni, az emberek meg egy internetadót látnak. Alig 3 nappal ezután a tömeg elérte, amit akart. Orbán Viktor maga vonatta vissza a netadót. Ekkor úgy tűnt, ezzel a lépéssel a kormány ügyesen megelőzi a további tiltakozásokat, bár még aznap este újabb tüntetés volt a József Nádor téren. Alig 5 nappal később aztán robbant az újabb bomba. Vida Ildikó a Magyar Nemzetben vallotta be, hogy ő az USA-ból korrupciós vádak miatt kitiltottak egyike, és hogy a kormány tagjai, bármit is mondtak korábban, tudtak róla, hogy a NAV elnöke érintett az ügyben. Vida ráadásul azt mondta, ő vezeti majd saját maga ellen a vizsgálatot. Az első korrupció ellenes tüntetésre 3 nappal később még csak nagyjából 500-an mentek el a József Nádor térre. Az itt tüntetők is jártak egyet a városban, aztán a Kossuth térre mentek tiltakozni. Követeljük Vida Ildikó, Somos Katalin, Csillag Dezsőné és Dávida Marianna lemondását. Másnap újra több ezres tömeg gyűlt össze, ezúttal a NAV Dob utcai székházánál, már kifejezetten az adóhivatal vezetőinek távozását követelve. Akkor a József Nádor térre érkező tömeg 1 hetet adott Vida Ildikónak és csapatának a lemondásra. Ez a határidő tegnap letelt, de a NAV vezetése még ma is a helyén van. Így érkeztünk el a közfelháborodás napjához. Ma egyébként Budapest mellett még 26 vidéki helyszínen, köztük 14 megyeszékhelyen is tüntetnek a kormány ellen, de a közfelháborodás nem áll meg az országhatáron. Legalább 11 külföldi városban is tiltakoznak ma az Orbán rendszer kritikusai. Vidos Mihály, Hír 24.